Köszöntöm Önöket, stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Szeretettel köszöntöm. Üdvözlök mindenkit. Hogyha az embernek mellkasi panaszai vannak, mi az általános megoldás? Eleinte elmegyünk az orvoshoz, az orvos egy 24 órás EKG-t tesz ránk, ami alatt természetesen ezek a ritkán jelentkező mellkasi panaszok soha nem jelentkeznek. Nem hát, tudom, vagy igen, vagy volt-e nem. Már ilyen. Amikor a 24 órás EKG rajtam van, akkor a létező legjobb tüneteket produkálom. Mi az, ami ilyenkor megoldást jelenthet, hogy be tudjam bizonyítani az orvosnak, hogy ezek a tünetek létezőek, illetve ő ezzel bármit tudjon hát, kezdeni? Az orvosnak a beteg által elmondott panaszokat, azokat kötelező valósnak felfogni. Tehát az, hogy ez a panasz nem valós, ez akkor mondható ki, amikor már tényleg ki van vizsgálva, és mondjuk szervi háttere nincsen, és igazolunk mögötte valami pszichés eltérés, és onnantól kezdve lehet azt mondani, hogy nem valós, de addig mindenféle panasz valósnak és testi eredetűnek kell felfogni. Most igen, ez egy ilyen dolog, hogyha valakinek mondjuk esténként van néhány szívdobbanása, vagy éjszaka arra ébredt, hogy nagyon hevesen ver a szíve, vagy mondjuk itt szúr, ott nyom, stb., és mondjuk éppen a rendelőben ezt nem produkálja, tehát egy nyugalomban készült EKG alatt semmiféle ilyen panasza nincsen, meg az alatt az egy nap alatt, amíg az emberre fölrakják ezt a 24 órás EKG-t, ott sincsen semmi panasza, hát akkor mindenki áll széttett kézzel, hogy valami van, de nem tudtuk elkapni. Tudnélik az, hogy valakinek valami szívdobogás érzése van, ritmuszavarra utaló panasza van, ott nagyon fontos az, hogy az EKG-n mit látunk. Tehát nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy az a ritmuszavar az tulajdonképpen ingerületképzési, ingerületvezetési, vagy egyéb panaszból, egyéb okból kifolyólag van fenn. Most ilyenkor jó lenne, hogyha a beteg kapna otthonra egy EKG-t, és ezt haza tudná vinni. Hát ez nem megoldható. De megoldható. Ez a jó hír, hogy ilyen van. Egy egész ilyen hatalmas készüléket kapunk otthonra, hazavisszük, hazahúzzuk, nem, és magunkra szereljük. Hát elég bizarr lenne, hogyha a beteg egy komplett 12 csatornás EKG-t hazavinne, és magára rakna akkor, amikor a panaszai vannak. Most ez technikailag nyilván nem kivitelezhető, tehát ez helyett valami megoldás kellett. És hát van helyette megoldás, ez egészen véletlenül itt is van nálam. Ez nagyjából arról szól ez a kis eszköz, ami itt a kezemben van, ez egy olyan EKG. Ez egy névjegykártyának. Ez egy névjegykártyának megfelelő méretű EKG, igen. Ez arról szól, hogy ezt a beteg otthon gyakorlatilag a mellény zsebébe el tudja rejteni, amikor úgy érzi, hogy neki panasza van, akkor elő tudja venni. Egy kis oktatás követően ezt nagyon egyszerűen be lehet kapcsolni, és lehet vele akkor készíteni egy EKG-t, nyilván nem egy 12 csatornás nagy EKG-t, amit a rendelőbe készítünk, hanem egy ennél szűkszavú valamit, de akkor is legalább valami nyom van arra, hogy mi történik akkor a beteg szívével, amikor a panaszokat érzi. Ez hogy működik? Ezt oda is adnám. Tehát, hogy erre csak így... Ez úgy működik. Hova teszem? A testfelületemen. Nem. Sokkal egyszerűbb. Ott fönt van egy bekapcsoló gomb, azzal az ember bekapcsolja magát a kis EKG-t. Uh-huh. A gép teszteli rajta. Magát, mindenféle futurisztikus fények fölvillanak rajta. Villog. Majd ezt követően, hogyha megnyugodott a készülék, akkor a két nagy ujját a beteg arra a két érintkezőre ráteszi, ott tartja. A két hüvelykujját ráteszi, ott tartja. Uh-huh. És a gép ez alatt készít egy EKG-t, tehát hogyha az illetőnek éppen a mellkasában remegés érzése van, vagy a mellkasában dobbanás érzése van, vagy kalimpál odabent, vagy valami problémát érez odabent, amit úgy gondol, hogy esetleg szíveredetű tud lenni, vagy nyom, szúr, szorít, esetleg akkor is lehet, akkor ez a igen szűkszavú EKG, de legalább nyomot tud abba az irányba hagyni, hogy merre érdemes ezt a beteget a továbbiakba vizsgálni. Egyébként ritmuszavarokat nagyon szépen lehet vele látni. De hol tárolja ez az információt? Benne. És akkor én ezt odaadom az orvosnak. Így van. Nem az fogja orvos... félreérteni, hogy egy névjegykártyát adtam neki. Nem fogja félreérteni. Csak kis kütyüt. Ezt tekintve, hogy tőle kapta, pontosan tudja, hogy mit visz neki vissza. És onnantól kezdve az történik, hogy az illető kiolvassa ezeket az adatokat, amik benne vannak, erről lesz egy lelet, konkrétan az EKG görbe megjelenik kinyomtatva, és ennek alapján lehet látni, hogy akkor, amikor mondjuk egy idős néninek egy ilyen futama van, akkor valójában mondjuk tényleg neki egy pitva fibrillációs epizódja volt, amit egyébként szerencsétlen esetben nem tudtunk elkapni se a rendelőbe, se a 24 órás EKG alatt. Akkor utána megkezdődhet a kezelés, a gyógyítás. Hát, így van, tehát hogyha egy teljesen egyszerű ritmuszavar, tehát teljesen egyszerűen mondjuk csak idézőjelbe téve félreüt az illetőnek a szíve egyet-egyet, akkor vannak olyan gyógyszerek, amikkel szépen meg lehet ezt szüntetni. Hát hogyha esetleg pitvafibrillációt találunk vele, ami mondjuk azért nem ritkán előforduló ritmuszavar, hát ott egy kicsit behatóbb vizsgálatok, illetve egy kicsit kiterjedtebb terápia szükséges, de akkor is legalább tudni fogjuk, hogy mit kezelünk és merre induljunk el. Ez egy nagyon hasznos segítség egyébként. Most én rátettem a két hüvelyk
kurikulumát erre a készülékre, végigment egy kis fénypászma, majd pirosan világított, és akkor ennyi is volt. Kész is vagyunk, megvan tehát az EKG. Most ez a kis kütyű mindent tud róla. Ott van. Azért minden, nem? De az EKG az rajta van. Tehát majd, az ott van. Igen, az ott van rajta, és ezt onnantól kezdve ki tudjuk elemezni, és tényleg legalább egy nyom van, hogy a panaszok alatt mi történik oda bent a szívben. Tehát itt a kimeneti nyílás, ezen keresztül, csatlakoztatja majd a számítógépéhez, és akkor mindent megtud. Igen, vagy vezeték nélküli kapcsolattal szintén tud kommunikálni. Nagyon, nagyon jó kis eszköz, a kardiológusaink nagyon szeretik, és hát az szokott lenni a menet, hogyha valaki ilyen panaszsorral bejön, és még tényleg nem sikerült elkapni azt a ritmuszavart, ami a panaszait okozza, akkor ezt a gépet kvázi idézőbe téve bérbe adjuk neki, gyakorlatilag arra az időszakra, amíg neki ez a panasza nem jelentkezik, és legalább egyszer nem regisztrálja ezt az egészet. Tehát mondjuk egy hétig ez nála van, bőven, és akkor az alatt igen, nézi, hogyha igen, van egy ilyen igen, problémája. Igen. Ez kiválthatja akár a 24 órás EKG-t is, vagy ezek egymás mellett működnek? A 24 órás EKG az egy kicsit más. A 24 órás EKG az egy sokkal nagyobb lélegzetvételű dolog, az több csatornát figyel egyszerre. Teljesen más a kiértékelési protokollja a dolognak, tehát ez tényleg azokra a ritmuszavarokra jó, amik mondjuk ritkábban jelentkeznek, de attól még a beteg feszöng tőle, szorong tőle, most éppen mi történik oda benne, nem tudom. Általában azért, hogyha valakinek a mellkasába érzi, hogy valami nem stimmel, akkor azért az elég riasztó, elég ijesztő panasz tud lenni, és ez egy bizonytalanság érzést ad, hogyha mindenki széttárja ilyenkor a kezét, hogy hát az EKG-n nem láttunk semmit, hát a holter alatt se. Igen, de akkor nem volt panaszom, akkor se láttunk rajta semmit, akkor is valamit csinálni kell, és azt hiszem, hogy ez egy jó menekülő útvonal, mert ezzel a beteg saját magának otthon tudja elkapni a panaszait. Magán kis barátságos, ugye szívkártyának hívják. Igen. Szívkártya, tehát hogy eleve jó a neve is, meg jó kis formája van, tényleg metrón is elő lehet venni, bárhol, és akkor nem néznek rám furcsán az emberek, hogy én fellakadt szemmel éppen fontosom szóval ezt az eszközt. Ilyenkor általában nem érdekel az ember, hogy a többiek hogy néznek rá, amikor éppen panasza van. Nagyon szépen köszönöm. Tehát akkor szívkártya. Így van. Köszönöm. Köszönöm szépen. A műsor támogatója az Orvosintézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat.